Az anyaországi Tésa, az Ipolymente és Pest megye legkisebb települése, amely a magyar-szlovák határ mellett a Börzsöny-hegység lábánál gyönyörű természeti környezetben fekszik. A hivatalos adatok szerint mindössze 60-an élnek a faluban, de nyaranta 90 főre emelkedik a létszám, mert a közeli városokból és Budapestről sokan vásároltak itt parasztházat. Túri Ágnes és férje Sáska Géza elsőre beleszerettek Tésába, nyugdíjazásukat követően pedig végleg ide költöztek, és ők lettek a közösségi élet motorjai. Felmerült, hogy tenni kéne valamit ezért a faluért, mert nagyon szeretjük, és valahogy ezt a hálát, amit érzünk azért, hogy felfedeztük, és itt lehetünk, viszonozzuk. És akkor alakult meg az egyesület, aminek az a célja, hogy a falu maradjon lehetőség szerint ilyen, sőt, egy kicsit csinosabb, takarosabb, ennyi, amit változtatni kell rajta, de ezt az atmoszféra, ez megmaradjon, ezt örökítsük, és elevenítsük fel, még tegyük ezt színesebbé azzal, hogy azokat a közösségi hagyományokat felélesszük, amik a faluban is léteztek régebben. Évente több rendezvényt tartanak, és immár 12 éve az is hagyomány, hogy az Ipoly túlpartján lévő szomszédos faluval a felvidéki Ipolyviskel közösen hídnapot és halászléfőző versenyt szerveznek. A trianoni döntésig egy országhoz tartozó települések kapcsolata az utóbbi időben újra szorosra fonódott. Közrejátszott az is, hogy itt azért családi kapcsolatok voltak, tehát valaki ide jött, tehát férjet vagy feleséget választott magának, vagy onnan, de tényleg azt mondhatni, hogy nagyon emberségesek, és ezt a kapcsolatot azóta is őrizzük. A kapcsolat erősítésére szolgál a hídnap, amelyre a tésaiak minden évben komolyan készülnek. A főzésben résztvevőknek egyedi, kézzel festett kötény és az összetartozást szimbolizáló Ipolyvisk Tésa feliratú fakanál jár emlékbe. De most menjünk át az Ipoly hídon, ahol az ipolyviskiek már nagyszerű hangulatot teremtettek, és megérkeztek a tésaiak is, akik harmonika szóval kísért énekléssel melegítenek be a főzőversenyre. A híd nap tésai ötletgazdája pedig a közös rendezvény egykori indulását idézi fel. Az ipolyviski horgásztónál volt egy törpeharcsa verseny, és én akkor a tésai falunapra halászlét akartam készíteni, és ott néhány nagyon kedves és nagyon barátságos emberrel találkoztam, és arra gondoltam, hogy ugyan miért egyedül örüljek. Hát örüljön ennek a találkozásnak a két falu, és akkor összekacsintottunk, csináljunk össze vagy augusztusban egy hídnapot. Az ipolyviskiek részéről a most éppen Kenuba szálló Borka Péter a rendezvény ötletgazdája. Rendszeresen szervez vizitúrákat, hogy népszerűsítse az Ipolyon való kenuzást. Erre is jó lehetőséget ad a hídnap, de mint Péter mondja, van még egy fontos küldetése. A célja az, hogy magyarok vagyunk és magyarok maradjunk. Megtartsuk a kultúrát, hogy együtt legyünk. Mert mindig magyarok voltunk, sajnos elcsatoltak Magyarországtól, nem tehetünk róla, de azért még mindig magyarok maradtunk. És ez Magyarország volt, Tésa is a Viski faluhoz tartozott valamikor, mint egyház, község. A rendezvényre Felvidék távolabbi részéről is érkeznek vendégek, és a halászlevek mellett más magyaros ételeket is lehet kóstolni. Ebben a bográcsban csalló közigulyás készül, melynek alapját marhahús, hagyma, piros paprika adja. Valamikor már puha hús, beteszem a burgonyát, egy kicsi vörösbort a végén, egribikavért hoztam, és kész. A gasztronómiai élmények mellett a hídnap a közösségépítésről, a barátságokról és az aktív kikapcsolódásról, valamint a hagyományőrzésről szól. Külön öröm, amikor helyieknek adhatunk elő helyi gyűjtést, ugyanis ez megőrződött, ezzel is továbbadva hagyományainkat a fiataloknak, az idősebb generáció számára, hogy örömet okozzunk ezzel, hogy újra hallják ezeket a népdalokat. A hídnap idén is megvalósította azt, amiért 12 évvel ezelőtt létrejött. Új barátságok szövődtek, a régiek elmélyültek, Ipolyvisk és Tésa kapcsolata pedig tovább erősödött, aminek gyümölcsét remélhetőleg a hétköznapokban is szüretelhetik majd a két magyar falu lakói.